Az október 23-ai nemzeti ünnep és a minden szentek körül változnak a közlekedési menetrendek, amelyekről tájékoztatást adott ki a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Október 22-én pénteken iskolai előadási nap szerint, október 23-án szombaton munkaszüneti nap ünnepnap alapján közlekednek a helyi buszok. Október 25-től 29-ig tanszünetes munkanap, október 30-án szombaton szabad nap, Október 31-én vasárnap munkaszüneti nap alapján járnak az autóbuszok. November 1-én hétfőn minden szentekkor munkaszüneti nap, ünnepnap. November 2-án kedden pedig már iskolai előadási nap szerint közlekednek a buszok. A regionális autóbuszjáratok fentiektől eltérően közlekedhetnek. Október 23-án is kinyitnak a kecskeméti piacok. Sőt, megtartják az idei év utolsó kisállatvásárát és veterán autó és motoralkatrész bőrzéjét is amelyről a Kecskeméti piac adott ki közleményt. Október 23-án szombaton a Budai utcai piac sarnak és szabadtér vasárnapi nyitvatartás szerint reggel 6 órától 12 óráig várja friss kínálatával a látogatókat. A Szécsényi Városi Kispiac a megszokott nyitvatartási időben várja az érdeklődőket. A Szent László körúti vásártér, zsippiac reggel fél hattól délután kettőig tart nyitva. A boltok nyitvatartásáról, illetve a közlekedési járművek pontos menetrendjeiről érdemes a társaság vagy az adott üzlet honlapját felkeresni. Ráadásul, október 31-én vasárnap elkezdődik a téli időszámítás kezdete is. Ekkor az órákat hajnali háromkor, kettő órára kell visszaállítani.